A megszokott fúvós koncert vezette fel a Múzeumok Galériák éjjel-nappal programját, melyet a Palotási János Zeneiskola diákjai és tanárai prezentáltak Nagy Dávid karnagy vezényletével a Szikra Galéria kellemes kerti milliójében. 1970-es évek végén indult meg egy olyan törekvés, hogy a múzeumok nyissák tágabbra a kapuikat, hiszen eladdig jóformán egy múzeumot csak kiállítás céljából lehetett látogatni. Általában nem voltak a múzeumoknak semmit vidéken, sem pedig az ország nagyobb városaiban különböző rendezvényei. Ezzel a hozzáállással szakított a Jász Múzeum is, mely már 40 éve törekszik arra, hogy múzeumi közösséget építsen is. Ne csak a kiállításokra érkezzenek vendégek, hanem a tudományos előadásokra, vagy a zenei és egyéb programokra is. Immáron 5. alkalommal rendezzük meg a Múzeumok Galériák éjszakája nappal a műsorunkat. Ez 5 évvel ezelőtt összefogtunk, és itt a két virágszál mellettem lévő igazgató nőkkel, és ugye hát akkor nyitottuk a mi galériánkat. Szikra István galéria tulajdonos házigazdaként köszöntötte a látogatókat, majd örömmel mesélte el, milyen egyértelmű és fontos lépés volt, amikor a galéria csatlakozott a két társszervező, a Jász és Hamza múzeumok között már irigylésre méltóan működő kapcsolathoz. Úgy gondoltuk Istvánnal és Editkével, hogy akkor fogjunk össze, és bizony a Hamza most települjön át a Szikra galériába, konkrétan a galéria kertjébe, ahol a Hamzás jól megszokott múzeumpedagógiai programokkal fogjuk várni a kedves érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Így is volt. A kézműveskedés most is vonzotta a művész palántákat. Itt megint megjelenik ugye a legelésző birkanyás, szép időben vagyunk. A galériában közben az időszaki vágópál kiállítás tárlatvezetése zajlott, egy kicsit a néprajzos szemével, ami azért is volt érdekes, mert kiderült, hogy művészi üzenetein túl mennyi információt tartalmaz még egy-egy festmény. Az emeleten látható 25 képet pedig a galéria idén is meghirdetett alkotópályázatára érkezett művekből választotta ki a magas nívójú szakmai zsűri. A művészet bármely ágon legyen az értéket terén. Segít minket alkotót, befogadót egyaránt értékes emberé válni. Telek Béla jászbenyváros díszpolgára kiemelte, hogy a jászság nagyon sok értékkel gazdagította már a hazát. Ez az idei pályázati mezőny pedig nagyon magas nívót mutatott, melyből nehéz volt választani. A pályázók közül Ivanics Kitti nyerte el a galéria nagydíját Színblokk című festményével. Hát ez egy kilátás, de nem az én kilátásom, és abból a megmaradt hatás, a benyomás az, ami engem megragadt, és ezt próbáltam visszaadni, miközben a jelen része az az, hogy városban élek, tehát Budapesten élek jelenleg, és ez vesz leginkább körül, a gyönyörű szép régi patinás épületek, és ezt szerettem volna így összekombinálni így a pályázatra. A Szikra Galéria külön díját, Jászberényváros külön díját és a Cinege házaspár felajánlását is átadták a kiállítás megnyitó előtt. Útkeresések ezek? Vagy pontosan kidolgozott folyamat? Ezekkel a gondolatindító kérdésekkel nyitom meg a kiállítást, és kérem önöket, beszélgessenek erről, használják ki, hogy a pályázat alkalmából igen sok alkotó jutjon össze. A Szikra Galéria és a Hamza Múzeum közös programjait végül a gasztronómia jegyében a művész ebéd zárta, melyet idén Újk István festőművész kedvenceként tálaltak. Igen, komoly közös program már évek óta, 5. éve. Az esti programok előtt Hortiné dr. Bató Edit, Farkas Edit, Szikra István igazgató köszöntője hangzott el a Jász Múzeum udvarán felállított színpadon, ahol megtudhattuk, hogy maguk a szervezők is örömmel fedezték fel a 12 év alatt, hogy mitől is olyan izgalmas ez a program. És úgy módosítottuk ezt a múzeumi éjszaka megnevezést, hogy múzeumok, galériák Jászberényben éjjel-nappal, már a nappali rész lement a Szikra galériában, és most az éjszaka kezdődik nálunk, és gyerekprogrammal indítottunk, tehát a gyerekek
vendégeknek kínáltunk és kínálunk műsort. Egészen pontosan a Kecskemétről érkező Csörömpölyük együttes vette be a múzeum színpadát. Az interaktív gyermekkoncerten megtáncoltatták és megnevettették a kicsiket. Magas volna a díszűcérna, elkészül a ruha végma, akár meg is nézzed én. Közeledve a 8 órához, amikor már a gyerkőcök kitáncolták magukat és kellemesen elfáradtak, a szülők is hátradőlhettek és egy nyáresti könnyed swing koncertet hallgathattak meg a Jászberényi Cool and the Jazz előadásában. Nem maradhat el múzeumok éjszakája humor és szórakozás nélkül. A szervezők évről évre igyekeznek olyan színdarabbal kedveskedni a közönségnek, ami nem csak az érzelmekre, de a rekeszizmokra is hatással van. Itt a tava. Hát akkor jönnek vissza a költöző madarak legalább. Akkor nekem három a tavasz. Az mi három? Hát először is visszaköltöznek a madarak. Másodszor az a költözött az ura. De mi? Hát nem költözött az ura? Bizony. Minden ősszel beszok költözni a kocsmába. Idén a Jászfényszarúi Fortuna együttes hozott örökzöld kabaré jeleneteket. Gyakorlatilag azt a műsort hoztuk, amivel nemrégen Jászfényszarúin is bemutatkoztunk, nevezetesen a kabarjeleneteket hoztuk el, Juliska, Mariskát, Géza, Gizust, a társbérletet és a Rézrudat. Egyébként ezeket a darabokat bemutattuk a Dácson és a Színjátszó Fesztiválon, és a Rézrud az kapott egy bronz minősítést is. A két helyszínen megrendezett múzeumok éjszakája programban gazdag volt. A gyerekek és a felnőttek szórakoztatását egyaránt garantálta. A galéria és a két múzeum már 5 éve szervezi közösen, sikeresen a rendezvényt, és ezzel a hagyománnyal nem is szeretnének szakítani. Velem együtt, akkor költözzenek ki a lakásomból!